Sziasztok, Pintér Zsolt meg az Emperum Pintjö csatornától, és ez a videó most nézői kérésre készül, ahol megkértetek arra, hogy hasonlítsam össze ezeket a mostanában bemutatott felskálázó lehetőségeket a photoshop hogy az mire képes ezen a téren, és ezért most elég sok mindent összegyűjtöttem, ráadásul pont mikor máskor most jelent meg a Stability AI-nak az apin keresztül elérhető felskálázó lehetősége, úgyhogy azt is bevettem a csomagba, így nagyon sok mindent össze tudunk hasonlítani. Miről is lesz szó. A Photoshopnak a képességéről, amivel fel tudunk skálázni egy képet, a szupir, amit már bemutattam, hogy mire képes. Erről már láthatok videót a csatornán. Ő lesz a másik versenyzőnk, a Clarity AI, ezt is bemutattam már az open source megoldását, mert ez nem csak fizetős változatban érhető el, ugye a SUPIR az is teljesen ingyenes megoldás. Kettő a Stability AI most jelentette be azt a lehetőséget, hogy fejlett api sorát kínálja fejlesztőknek, hogy kiemelkedő kép alapú alkalmazásokat hozhassanak létre. Ezek az API-k átalakítják a tartalomkészítés számos területen, mint a kiadás, média, játékipar, marketing, design, a Stability AI egyszerű integrálható api apikat biztosít, amelyek gyorsak és biztonságosak. Négy kategóriában kínálnak szolgáltatásokat, képgenerálás, nagyítás, szerkesztős és egy kontroll funkció, ami hamarosan érkezik. Amúgy az API, az Application Programming Interface, az egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a szoftverek közötti interakciót, tehát ebben az esetben a képek generálását a Stability AI platform segítségével, azaz a te saját kis programodban meghívod az ő szerverüket, és az visszaad egy választ feléd. Tehát elküldesz neki adatokat, ő pedig vissza fogja adni a képet, amit elkészített. A Stability AI-nak ki is lehet próbálni ezeket a lehetőségeket a Google Colabon keresztül, ráadásul a teljesen ingyenes Google Colabos felhasználói akkontokkal tudjuk kipróbálni, tehát nem szükséges előfizetés hozzá. Amire szükség van a Stability AI féle felskálázáshoz, az az, hogy a Stability AI-nak a developer oldalán regisztráljál, és ott kapsz egy úgynevezett API-t, egy API kulcsot, és azt a kulcsot majd be kell másolnunk a Google-kolabos jegyzetfüzetbe. Nézzük akkor meg, hogy mire is képes a Photoshop a felskálázás terén. Most csak a azokat a módszereket szeretném megmutatni a fotosokba, amik kézenfekvőek, tehát nem több órás munkát igényelnek. Tudom, hogy lehet plugineket is letölteni hozzá, de ezek általában mind fizetősek, tehát most ezt hanyagoljuk, nézzük csak, hogy meg önmagában a Photoshop mire képes, anélkül, hogy mindenféle hihetetlen, hiper, szuper Photoshop ismeretekkel rendelkeznénk, és mindenféle trükkökkel megpróbálnánk órákig majolni egy képen, egyszerűen csak Megnyomjuk a megfelelő eszközt, és meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Itt is van a képünk, ezzel már találkoztatok az előző videókban. Ez az autó, amit már felskáláztunk a Supirral és a clarity is, és megnéztük, hogy milyen végeredményt adott. A Photoshopban van egy olyan funkció, ami a következőt tudja: hogyha megnyitsz egy JPG fájlt, akkor azt meg tudod nyitni úgy, hogy ne a szerkesztő nyissa meg, hanem a RAV szerkesztő, és a RAV szerkesztő megnyitásakor tudjuk használni, és fel tudjuk skálázni ezt egy nagyobb méretre, tehát meg tudjuk változtatni a képünknek a felbontását. Ez a Super Resolution funkcióval bír. Tehát érdekes amúgy, mert uh, nem mindig nyitja meg a kamera ot úgy, hogy megjelenjen ez a kiskép. kép. Hogyha tudjátok, hogy hogyan lehet rákényszeríteni, hogy mindig ez a kis kép itt megjelenjen, akkor azt köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe, mert ha idegattintok jobb gombbal, akkor abban az esetben, ha nincs itt kis kép, ami jelenjen, akkor nincs az a menüpont, amire szükségünk van. Mindegy, szól ez a kamera RAW funkcióval, hogyha megnyitjuk a felskálázni kívánt képünket, mondjuk egy sima JPG képet, vagy egy JPEG képet, ki hogy szereti ejteni, akkor jobban már rá tudunk kattintani, és van ilyen Enhance, ide rákattintok, és itt a Super resolution be kell kattintani, elméletek valami változást látunk, azt mondjuk, hogy oké, okay, mehet, jó, megnyitjuk a fájt, és ez lett belőle. Tehát rá közelítünk, akkor látjátok, hogy S sikerült neki összehozni a Super Enhance funkcióval. Nézzünk meg most akkor egy másik ö, funkciót, amivel úgy szintén fel tudjuk skálázni. Ezt lementjük valamilyen névem. Mondjuk legyen ez jó lesz. A következő funkció, amivel felskálázhatunk a Photoshopban, az megnyitjuk a képet, és azt mondjuk, hogy File menü, vagy bocsánat, hogy is van, Image menü, és Image Size, és itt az Image Size-nál be tudjuk állítani, hogy mekkorára akarjuk megnövelni az eredeti képünket, azt mondjuk neki, hogy mondjuk legyen 300% a méretnövekedés, és itt ki tudjuk választani, hogy ezt milyen módszerrel tegye. A Preserve Details volt nekem az, ami a legjobban működött, tehát az volt az, ami még talán a legjobb minőséget ki tudta belőle hozni. Leokézzük, és megnézzük, hogy a másikhoz képest ez milyen lett egy kicsit visszaveszem a méretét. Persze sikerült közbe nem úgy átméretezni, ahogy akartam. <laughs> ne baj. Jó, most jó. Ez lesz a sima DTS átméretezés. Az előző volt a Super Resolution. Nem hiszem el. Jó. Super Resolution. Tehát ez a kettő lehetőségünk van, illetve van még egy harmadik lehetőség is, amivel át tudjuk méretezni a képeket, az a Neural Filters. Megint behúzom a konanos képet. Ne, jó. Még egyszer. Nem tudom, néha az egerem önálló életet él, és egyáltalán nem azt a fájt fogja meg, amire szükségem van, és nem azt akarja megnyitni. Se baj. És persze nem ide akartam megnyitni. Jó, akkor most már kikapcsoljuk ezt a funkcióját a Photoshopnak, a Photoshopnak, ami bezavar közben, hogy a Pro Editorban nyissa meg. Tehát itt tudjuk beállítani ezt a beállítást, az Edit menü, Preference, Camera Row, és persze mindig a másik monitoron nyitja meg. Itt van egy File Handling menüpont, és itt állítottuk be, hogy mindig a JPEG képeket, azokat a Camera Row-ban nyissa meg, ezt most kikapcsolom, nincs rá szükség. És akkor szépen megnyitjuk még egyszer ezt a kanonos képet, és a következő funkció, amivel ezt megpróbáljuk felnagyítani, az a Filter Neural Filters menüpont. És itt van egy super zoom. Ezt bekapcsolom, mondjuk azt mondjuk, hogy eltávolítjuk a artifekteket, akkor egy kicsi noise reduction, egy kicsi élesítés, kicsi arcrészletességjavítás, javítás, és mehet is. Jó, az ez generálta belőle, ezt is rárakjuk ide a többire. És ez volt a super, nem is a super, mi volt ez? A zoom. Super zoom funkció. A Neural filtersbe. Jó, tehát ez a három lehetőség, ami alapba adott a Photoshopba, a super resolution, a. Details és a Super Zoom hát akárhogy nagyítok az arcára, sajnos nem tudom azt mondani, hogy bármelyiknek is értelme lenne használni a Photoshopba. Ilyen esetben, amikor ennyire rossz bemélyedet kapunk, méghozzá azért, mert ezt teljesen másképp oldotta meg a már bemutatott Supir. Mindjárt meg is keresem, hogy az milyen lett ez lett a szupiros kép, hogyha megnézitek, amit bemutattam pár napja felskálázott, össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Tehát ez a Photoshop, akár a szuperzom, akár a másik, vagy a harmadik Super Resolution, mindegyik ugyanolyan ócska maradt a kép, semmivel sem lett jobb, de ha megnézitek a Supert, amit teljesen ingyenesen használható a saját gépünkön, vagy akár weboldalon keresztül is, az elképesztő részletességet tett hozzá, tehát sokkal-sokkal jobb lett a kép, tehát itt teljesen elbukott a Photoshop ezen, hogy felvegye a harcot egy ilyen arcnak a javításán, főleg, hogyha az ennyire rossz minőségű. Nézzük meg még pár példát, amit készítettem, és ott már a Stability AI féle kép nagyítást is belevettem a buliba. nyár mutatom is, itt van ez az autó, amit már ebben bemutattam a Supirral is, illetve a Clarity-vel, hogy uh, hogyan néz ki, hogyha ezt felnagyítjuk. Nézzük meg a RAW-féle Super Resolution funkcióját a Photoshopnak. Ezt kaptuk belőle. Megmaradt az autónk, de nem bonanám, hogy használható kép lett. A Preserve Details funkció, tehát ugye a sima image image size-ban található. Egy kicsit színesebb lett, kb. ennyi a különbség. Tehát így nagyon nagy változást nem látni. Talán egy picit kevesebb hiba van a képen, ilyen zaj, de az se nagyon. A super zoom funkció az eltüntette a zaj egy részét, de még homályosabb lett a képünk, tehát még inkább használhatatlan lett és akkor erre jönnek az ingyenes open source megoldások, amit már bemutattam pár napja, a Supir, illetve a Clarity. Tűéles képek, teljesen jók. Természetesen felvetőed bennetek azonnal itt, és itt többen jelenztetek kommentben is, de hát, hogy ez nem ugyanaz az autó. Ez most csak egy egyszerű teszt, ami eszembe jutott, hogy teszteljük le ezen a nagyon rossz minőségű képen, de képzeljétek el, hogy mondjuk egy teljesen másik képet szeretnétek felskálázni, mondjuk egy ai készített autót, ami mondjuk nem létezik, vagy egy városképet, ami, amit legeneráltatok, vagy lefotóztatok egy tájképet, csak túl messze volt az az objektum, amit ki szeretnétek emelni, és ahhoz olyan plusz részleteket tud hozzátenni, amit kreatívan neki ki kell töltenie, és hozzá kell adnia pluszt. Mint láthattátok, a Photoshopban lényegben szinte semmilyen beállítási lehetőség nincs, Viszont a Clarity és a Super, eset, a Super esetén elképesztő mennyiségű beállítással tudjuk finomítani azt, hogy hasonlítson sokkal jobban az eredetire. Én itt például nem adtam meg, hogy ez egy Dacia autó. Ha ezt megadtam volna, akkor a logó helyén már egyben nem egy ilyen Ford-szerű logó jelenik meg. Tehát ott azt a promptot tovább lehet finomítani, rengeteg lehetőségünk van arra, hogy sokkal jobb kimenetet érjünk el de akár csak a háttérre van szükségünk, ha megnézitek itt a hegyeket, illetve itt ezt a fát, vagy az utat, tehát összehasonlíthatatlanul jobb lett, mint ami eredetileg volt itt, főleg ez a szupírnál rettenetesen látványos, tehát né nézzétek meg, ide ránagyítok erre a kerekeknek a részére, tehát ez a Photoshop. Super Zoom, Preserve Details, raw Super Resolution és Ugye ez volt az eredeti képünk, csak a picibe. Tehát nagyságrendekkel jobb minőséget produkálnak az ingyenes megoldások. Amúgy nem csak ezeket mutattam be a YouTube csatornán már, hanem bemutattam a Chainert is például, abban is nagyon jó felskálázási lehetőségek vannak, amivel ki tudjuk nagyítani a meglévő képeinket. Azok nem ennyire jól működnek, mint a Super, meg a Clarity, viszont sokkal többet meghagynak az eredeti képből, és azzal is nagyon jó minőséget lehet elérni, hogyha nem egy vödör szeretnénk feljavítani, ami leesett a 10. 20. emeletről. Nézzünk meg egy másik példát, amit még elkészítettem. Itt a híres boxolónak a fotóját láthatjátok. Nézzük is meg, hogy mihez kezdve le a Photoshop a Raw Super Resolution. Itt most egy arc részletet emeltem ki, egy kicsit megváltoztattam a módszert. Hihetetlenül blokkosodik az egész, Igen, ilyen nagy négyzetek azon belül. Tehát, hogy így nem nagyon változtatott igazából a minőségen. A Preserve Details sokkal jobb. Az eredeti képnek is, azért látjátok, vannak színei, tehát, hogy nem egy ilyen nagyon kimosott halovány képről beszélünk, amit a RAW Super Resolution az valahogy eltüntetett, bár ugye ott a lehetőségünk van a Camera Raw Editorban természetesen arra, hogy növeljük itt a szaturációt, vagy bármi mást állítsunk még a képen, de most én csak szimplán egyszerű kantintással akartam, tehát nem úgy bemutatni, hogy órákig dolgozunk a képen. A Super Zoom funkció egész jónak tűnne, de inkább úgy tűnik, mint valami régi számítógépes játék, tehát teljesen összemosódott az arc. Tény, hogy eltűntek ezek a JPEG-re hibák, ezek a ö, furcsa tömörítési problémák, de de ez meg nagyobb a használhatatlan kategória úgy szintén és most nézzük meg a szupirt, bum, ezerszer jobb képet kapunk, egy teljesen ingyenes megoldásszal, egy egyszerűen döbbenetes, hogy hogy nem képes a Photoshopba beépíteni az Adobe egy olyan szolgáltatást, mint a Supiris, ami teljesen ingyenesen elérhető, open source, tehát nyílt forráskódú, bele lehetne neki építeni, és már mindjárt sokkal jobb kimenetet kapnánk. Tény, hogy azért van gépigénye ennek a ö, képskálázónak, ugye ezt már futtattuk a videóban is, amit ahol bemutattam, és azért nem kevés gépigénnyel dolgozik a szupír. Nézzük meg a Clarity, mire volt képes. A Clarity nagyon érdekes volt, mert megfiatalította az arcot, és tényleg nagyon jó lett, de, de egy kicsit megváltozott az egész. Tehát ilyen fiatalos lett, valószínűleg egy vissza kellett volna vennem azt, hogy mennyire lehet kreatív, természetesen rengeteg beállítással lehet finomítani, ezt láthattátok is itt a videóban, amikor bemutattam. Ugye itt a videóknál, itt a Clarity, amiről most beszélünk, itt a Supir, ez is úgy szintén mind a kettő felskálázásra használatos, ezt mutattam most be a Photoshop ellenében, illetve hogyha visszább tekertek, akkor vannak még több olyan megoldás, ami a felskálázásokat hivatott bemutatni, itt van például ez a videó, filmek trükkjei a valóságban, hogyan legyen nyomozó, vagy a második része úgy szintén, abban is egy olyan trükköt mutatok be a Stability Dif Stable Diffusion segítségével, amivel a saját gépeteken tudjátok felskálázni a képeket, és javítani a minőségén. Mind a kettő teljesen ingyenesen használható a saját gépünkön természetesen. Tehát ez lett volna a amire a Photoshop képes, és most nézzük meg, hogy a Stability AI által kiadott felskálázás mire képes. Erről is készítettem pár képet. Itt van az autónk, és utána ezt skáláztam fel a Stability AI-jal, 0,3-as Denoising Strength értéket beállítva ennek az értéknek az állításával lehet elérni azt, hogy minél kreatívabb legyen, minél minden több mindent próbáljon kitalálni azt, amit ő ott nem látott és nem létezett, hogy megpróbálja kiegészíteni az amúgy rettenetesen rossz minőségű képünket. Látjátok, hogy elég jól dolgozott, bármit, hogyha nem lenne annyira éles a kép, tehát, hogy ott, ott probléma van bele, viszont, hogyha 0,35-re felemeljük, akkor ennél az értéknél... Már jóval több minden változik, meg megnézitek például ezt a részt, ez nagyon megváltozik, de a lámpa is rengeteget változik. Tehát ezek mind-mind eléggé megváltoznak, illetve a kerekek is furcsák lettek nekem. Itt ez nagyon furcsa a keréknél, mintha itt probléma lett volna, mint a két kerék lenne egymásban. És itt a 0.35-ös értéknél már észrevehetjük azt, hogy jóval élesebb lett a képünk. Tehát a Stability AI által biztosított uh, képfelskálázónál ez amúgy kiderült számomra, ha túl alacsony denoising strength értékkel dolgozunk, akkor homályos marad a kép, főleg, hogyha ennyire rossz minőségű bemenettel dolgozunk. Hát ez lett a uh, tényleg egy nagyon gyönyörű szép képet generált, persze ahhoz a típusú autóhoz sok köze nincs, de ha csak generálnánk a Mid Journey-vel mondjuk, vagy bármilyen képgenerátorral egy szuper sportautót, de nem elég jó a felbontásunk, akkor bizony ezzel a megoldással hihetetlen nagy felbontású képeket tudunk generálni, és mivel az csak egy kitalált autó, senki sem tudja, hogy eredetileg mire gondoltunk, ami kis felbontásban volt, hanem ott lesz az a nagy felbontású kép, amit szeretnénk előállítani. A szupír az egy ilyen képet generált az eredetiből. Érdekes, hogy a szupírnál itt teljesen eltűnt ez a fa, és beleolvadt a háttérbe, látjátok, hogy a Stability AI-nak az Abscalerje azt teljesen jól megoldotta. Itt az eredetibe is úgy néz ki, hogy inkább ez egy növény, tehát itt nem kövek vannak a jobb oldalon. És itt van a Clarity féle változat. A Clarity is elég jól dolgozott, ebből ugye több változatot készítettem. Látjátok, hogy nagyon fontos az, hogy milyen beállításokkal dolgozunk hisz itt is apró dolgokat változtattam, és teljesen más kimenetet kaptunk. Itt van egy madár, ez nagyon érdekes lett. Ez egy gyurgyalag, és a gyurgyalagot, hogyha a Stability AI-ja felskáláztam 0,2-es Dinozing Strength érdekel, akkor látjátok, hogy tulajdonképp jobb lett a kép, de több totál homályos. De ez így használhatatlan. Javított rajta, de sajnos homályos maradt az egész. Persze meg lehet azt is csinálni, hogy a hosszabb folyamatot építesz fel. Tehát mondjuk a Stability AI-jal kitisztázod azt a képet, hogy alacsony denoising de strength értékkel, hogy minél többet meghagyjon az eredeti felépítéséből a kép, de ne legyenek rajta ezek a nagyon problémás mindenféle tömörítési problémák, és utána engeded rá mondjuk a supira vagy a clarity tehát ez is megoldható, tehát hogy kettőt használsz, két különböző felskelázó módszert, és akkor lehet, hogy még jobb eredményt kapsz, mint hogyha egyel próbálod megoldani. Nézzük meg, hogy utána mi történt, amikor 0,3-re felemeltem, gyönyörű kép lett, elképesztő jó, a 035 et az még durvább, csak van egy kis apró probléma, semmi köze a gyurgyalakhoz. Tehát teljesen megváltoztatta. Látjátok, a gyurgyalak így néz ki, és már itt a 0,3-es értéknél a fején látni főleg, tehát hogy mennyire megváltozik a mintázata, illetve itt ez a rész, illetve a növények is keletkeznek. Tehát itt az eredeti képen semmi, itt ül egy ágon, egy tiszta ág, semmi nem látszik rajta, nincsenek levelek, virágok, stb. Ez is ilyen elmosódottnak tűnik a háttérben, ez a ö, rét. De amint erősítünk, a stability a ér, értékén egyből megjelennek olyanok, amik egyáltalán nem léteztek ott. Ez viszont már zavaró, ráadásul főleg, ha megnézzük itt, a lába is igen furcsa lett. Ez egy teljesen új lélőlényt alkotott. Tény, hogy tűéles éles, meg jó, de ennek nincs semmi köze az eredetihez. És nézzük meg most, hogy mi volt a szupír megoldás erre. Gyönyörű szépen dolgozott. A szupír elképesztő szépen Megoldotta ezt a kérdést, tehát ugye itt van az eredeti képünk és a szupírféle felskálázás, az pedig, ugye megnyitom, hogy a kettőt egymás mellé rakhassuk. Itt az egyik, itt a másik, és látjátok, hogy a szupír gyönyörűen dolgozott, nem talált ki oda nem illő részeket, ez sokkal-sokkal jobb lett, ugye ez volt, tényleg egy szép adat, nagyon szép színes, meg szépek a tollai, meg nagyon aranyos, hogy kinéz, meg nagyon szép lett a környezet, amiben ül, de nem sok köze van a valósághoz, a Stability AI féle felskázónak, a szupír viszont nagyon-nagyon jól dolgozott. És a szupírnál ez még ráadásul az egyes verzió, és az egyes verzióhoz képest most valószínűleg nagyon sokat javult a kettes verzió, erről szerintem készítek egy újabb videót, mert annyira gyorsan fejleszték, hogy mire legyártottam a videót, pedig azért nem késlekedtem bele sokat, megjelent a kettes változata, ami már jóval jobb minőséget produkál, úgyhogy azzal is megnézzük majd ezt a pár képet, majd egy külön videó készül róla. Szerintem a szupira nagyon jó lett. Bár a csőrénél szerintem probléma van, mert ez nem ennyire vékony gyurgyalagnak a csőre. Szerintem itt ez egy kicsi probléma, de a szupírnál is van rengeteg beállítási lehetőségünk, hogy milyen erősséggel dolgozzon. Egy kicsit itt vissza kellene venni ennek az értékéből, és mindjárt jobb eredményt kapnánk, hogy mennyire lehet kreatív. De természetesen írjátok meg kommentben, hogy ti mire gondoltok, akár a Youtube-on, akár a Discord csatornán, hisz van egy Discord szerver az emberen Pintja Youtube csatornának, ahol meg tudtok osztani képeket, videókat, hangot, bármilyen munkafolyamatot, amit kitaláltatok, vagy ha csak elakadtatok valamiben, és szeretnétek segítséget kérdezni, akkor tegyétek fel, hiszen most már rengetegen vagyunk, több mint 250 ember használja az, a Discord szervert, nagyon egyszerű, minden videónak a leírásában ott szerepel a meghívó link, arra, ha rákattintotok, akkor egyből felugrik egy ablak, hogy szeretnétek-e csatlakozni az a Discord csatornához, és már használhatjátok is, persze előtte nem állt egy Discord uh, regisztráció, akár lehet böngészőben használni, vagy egy önálló alkalmazásként is a számítógépünkön, minden platformon működik, Mac-en, linux Windows-on, egyaránt. Tehát nagyon ajánlom, hogy csatlakozzatok ide, mivel uh, itt... Uh, nagyon sok új információra lehetek, illetve a hírek szekcióban rengeteg olyan hírt megosztok, amire egyszerűen nincs időm videót készíteni. Itt is nagyon érdekes dolgokat találtok az AI világából. Nézzük meg amúgy akkor, hogy hogyan lehet használni a Stability AI-nak a most kiadott felskálázó lehetőségét. Ezeket ide átpakolom, már nincs szükség rá. Photoshopra színű szükség. A következő, amit meg kell tennünk hozzá. Mindennek a linke természetesen benne lesz a videó leírásában. Itt a Stability AI oldalán van egy Open in Collab nyomógomb, de ennek a külön linkét is bele fogom természetesen rakni a leírásba, és itt megnyílik a számunkra egy Google jegyzetfizet. Nincs a másra szükségünk, mint egy Google-ös felhasználó jelszóra, amivel belépünk, hisz ez a Google fiókunkkal tudjuk használni, illetve egy Stability AI-os API kulcsra van szükségünk még, amit a developer felületen tudunk regisztrálni. Ezt innen ki kell másolni, és ezt fogjuk majd felhasználni. A Google kolabos jegyzetfüzet nagyon röviden összefoglalva az, hogy a Google biztosít számunkra egy olyan felületet, ahol Python kódokat tudunk futtatni, amik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, gépilátással, gépi tanulással. És ezeket a jegyzett meg lehet osztani egymással. Tehát nekünk, hogyha szeretnénk kipróbálni egy ilyet, amit valaki megosztott velünk, semmi szükség arra, hogy legyen bármilyen programozói tudásunk, egyszerűen csak rákattintunk Itt a Play gombra, az egyes cellák futtatására, és ezután ő letölti, amire szüksége van, beállítja, amire szüksége van, és legenerálja, vagy megjelenít egy felületet, ahol grafikusan is akár el tudjuk érni azt az alkalmazást, amit megosztottak így velünk a Google jegyzetfizeten keresztül. Itt kapunk egy nagyon-nagyon erős virtuális gépet, ami a háttérben dolgozik, egy igen erős videókártyával, akár már az ingyenes regisztráció során is, tehát nem kell előfizetni le, ha mégis az lenne, hogy erőszakoskodik, hogy fizessél elő, akkor nem feltétlenül ajánlom, mert ennél jóval olcsóbb megoldások is le vannak, ahol lehet futtatni mesterséges intelligenciával kapcsolatos alkalmazásokat. Nézzük meg, hogy hogyan kell használni. Az Insta Requirements-nél kattintsatok ide a Play-re. Biztos, hogy futtatjuk? Biztos, hogy futtatjuk. Ez egy pillanat alatt le fog futni, csatlakozik a szerverhez, ahol kiosztanak nekünk egy virtuális számítógépet, sikerült is a csatlakozás, és látjátok, le is futott ez a cella. Következő cella, itt is rákattintunk a futtatásra, itt be fogja kérni a kulcsot, amit az előbb a Stability AI developer oldaláról kikopiztunk, ezt ide bemásoljuk. Mindjárt, újra kimásolom. Beillesztem, majd nyomunk egy Enter-t, Sikerült, oké, okay, beillesztette ezt a kulcsot. A következőnél lefutatjuk ezt a blokkot, ezt a cellát, cella futtatása. Ez is lefutott. Jó, sikerült neki. A következőnél pedig már a konkrét képgenerálás lesz. Mire van szükségünk? Arra van szükségünk, hogy megadjuk neki, hogy melyik képet szeretnénk felskálázni. Itt a bal oldalon a fájlokra kattintsatok rá, és megjelenik ez a mappa tartalom. Ide be kell fogd és vid módszerrel dobni azt a fájt, amit szeretnétek felskálázni. Mondjuk a konant skálázzuk fel nagyobb minőségre, fogom, bedobom ide a képet, ez feltöltődik. Figyelmeztet minket, hogyha megszűnik a jegyzetfüzet, a akkor ez a virtás környezet elveszik és eltűnik róla minden, amit nem mentettetek le. Tehát nagyon fontos a Google Colabon, ha valamit generáltok, mindig mentsétek le, mert egy-két óra múlva már le is csatlakozik, illetve x óra múlva, azt hiszem 72 belül teljesen megszűnik, tehát utána már nem tudjátok használni, hanem újra kell megint futtatni ezeket a cellákat, de amit közben legeneráltatok vele, azok elvesznek, tehát mindig ezeket mentsétek. Ide bemásoltam, itt jobb gombbal rá kell kattintani, és azt mondani, hogy útvonal másolása, és azt ide beillesztjük ebbe az első beviteli mezőbe. Utána meg kell adnunk egy promptot, hogy mit ábrázol ez a kép, illetve egy negatív promptot, hogy mit nem szeretnénk. A negatív prompt az nagyon egyszerű, az egy szokásos stable diffusion féle negatív prompt, Worst quality, low quality, normal quality, tehát hogy ezeket ne csinálja, a kimenet az mondjuk legyen uh, PNG formátum. A kreativitás maradt 0,3, és honnan tudjuk, hogy milyen promptot kellene írni egy képhez, hogy ezt mindenféleképp angolul kell megírni, vagy nekiállunk és bepötyögjük mi magunk, vagy megdolgoztatjuk az AI-t, ő írja meg azt, hogy mi látható egy képen. Itt van például egy weboldal, amit majd be fogok linkelni, nagyon egyszerű a használata, megfogjátok a képeteket, bedobjátok ide, amikor narancsárgán világít, akkor kell elengedni a képet, feltöltődik, és azt mondjátok neki itt a parancs is, amit majd megosztok veletek úgy szintén, hogy írd le ezt a képet részletesen, hogy mit állható rajta, a legfontosabbakat írd legelőre, veszővel válaszd el az egyes részeket, szend. És ez a gépi látással felismeri, hogy mi látható ezen a képen, és legenerál hozzá nekünk egy tökéletesen jó használható promptot. Igen, látszik, hogy a, egy ilyen gladiátoros témáról beszélünk a római korban, egy izmos ember látható rajta, tehát rengeteg-rengeteg minden részletet leír, ami nekünk tökéletesen jó, mert eszünkbe sem jutna feltétlenül minden ilyen, amiket leírt, és ez segít a felskálázónak, hogy még jobb eredményt adjon fogjuk ide, lecseréljük ezt a mostani promptot, ami eredetileg volt, és utána nincs más teendőnk, mint ide a cella futtatására rákattintani. Egy kicsit odébb húzom. És akkor itt jön sajnos egy kis hátulütője ennek az egésznek, látszólag nem történik semmit, de történik, csak rettenetesen lassú jelenleg a Stability AI-nak ez az apis elérése, Nekem kettő és fél percig tartott, amíg elment odáig a kép, ott feldolgozta, legenerálta, visszajött a kép. Tehát itt, hogyha ezt egy alkalmazásba szeretnéd te használni, amit te üzemeltetsz, akkor jelenleg ez a sebesség, ez vállalhatatlan, tehát valószínűleg ezen kicsi gyorsítaniuk kellene. De ez biztos természetesen változni fog, ez most beta állapotban van. Azt vettem észre, hogy ezek a hívások Látszólag nem kerülnek pénzbe. Itt van egy, van a billingnél, igen, ez a kreditek száma nekem 179,2 volt tegnap is, azóta pedig több képet felskáláztam vele, tehát nem változik a kreditjeimnek a száma. Úgy néz ki, hogy jelenleg még ingyenesen használható ez a felskálázás, amit ők biztosítanak, hogy később ez fizetős lesz, magán célra elképzelhető, hogy ingyenes marad, de kereskedelmi felhasználásra nagy mennyiségben valószínűleg már ezt fizetősé teszik, hogy csak úgy lehessen használni. Jelzett is a böngésző, hogy sikeresen lefutott. Itt látjátok, itt az eredeti képünk, és i <laughs> hát ez nagyon jó lett. A felskálázott kép, ennyi, hogy szuper jó lett a képünk, de sok köze nincs az eredetihez, lementjük a képet, ne felejtsétek el, le kell menteni, mert különben eltűnik. Jobb gomb, képmentése, és akkor le is mentjük, és megnézzük, hogy mi az, amit sikerült neki összehoznia az eredetihez képest. Itt van az eredetink. Ezt letereljük. Lássuk meg, hogy milyen lett. De ez az eredeti kép, ez pedig a felskálázott. Pff, félelmetesen jó lett. De félelmetesen jó, de nem azok vannak a képen. Sőt, a rengeteg mindent megváltoztatott. Ez a blokk itt például teljesen más lett. Tehát annak semmi köze az eredeti képünkhöz. Itt a két hölgyből két férfi lett sőt, itt három férfi, eredetileg itt voltál ezek is asszonyok, egy, kettő, három, plusz még ketten hátul, teljesen megváltoztatta, lényegében egy új képet alkotott, ami elég nagy felbontású, az eredeti képünk 620-420-as felbontású volt, ez pedig 3664 x 2480 elképesztő javuláson ment keresztül, viszont 100%-os nagyításban is úgy tűnik, mintha homályos lenne a kép. Rengeteg részletet ad a generált, tényleg lett egy szuper jó képünk, aminek igaz, hogy nincs köze az eredetihez, viszont brutál jó lett. Nézzük meg, hogy, hogy hogyan nézett ki a konan, mert hogy én is generáltam hozzá képet. Ilyen, megnézzük, szerintem a szupirral feljavítottam. És akkor nézzük meg most, hogy mit készített a szupir, amit teljesen ingyenesen használtunk. Lássuk, csak ez volt az eredeti képünk, és bum, nem változtatta meg az alakokat, tehát nem, nem generált oda oda nem illő dolgokat, hanem hihetetlenül gyönyörű szép tűéles kép lett, ezt azért hozzátenném, és nagyon szép részletek keletkeztek az arcon, a testén, az egyes ruhadarabjain, a fegyverén. Itt látjátok, hogy megmaradtak ezek, nem változtak le meg, nem lett teljesen új karakter oda generálva, nem úgy, mint a Stability AI féle felskálázás során. Ide ránagyítok, nézzük meg, ilyen lett az arc, Nézzük meg akkor most, amit a stabilitája készített. Kettőt egymás mellé rakjuk. Jaj, nem oda ide. Kicsit odébb, visszük. Igen, tehát ez, ez sikerült neki összehoznia. Itt a két arc. Hát azért jól tudjátok, akik ismerik Arnoldot, hogy egy kicsit a jobb oldali jobban hasonlít rá. Tehát tény, hogy ez volt az eredeti, ez sikerült belőle csinálni, közben a másikat nagyítom, ez sikerült a szupírnak elkészíteni belőle, szerintem hihetetlenül jó lett, sokkal-sokkal jobb lett, mint az eredeti minőség volt. Sajnálom, hogy a Stability AI ekkora nagy felbontást generált, itt látszik, hogy jóval nagyobbat, mint a szupírral, amit készítettünk, Amúgy um, ott lehetett volna nagyobb feszkázást is, nem csak ekkorát, de egyszerűen teljesen megváltoztatta az egész képet, és ráadásul homályos maradt a kép. Tehát amúgy lehetőségünk van arra, hogy itt állítsunk a kreativitáson, amit mondtam, ez 0,35 százados értéket vehet maximum fel, nagyobbat nem lehet beállítani, viszont akkor, ha tényleg teljesen más alakot kapunk, akkor tényleg éles lesz a kép, viszont a, a részletek, az eredeti arc, az teljesen el fog tűnni, tehát hogy azt nem fogjuk tudni használni. Nézzük meg, hogy mihez kezd mondjuk egy tájképpel, ez az utolsó teszt, aminél egyszerűen csak készítettünk egy tájképet, akár generálhattuk is, itt már ugye mindegy, hogy milyen kimenetet kapunk, lényeg a lényeg, hogy éles legyen, szép felbontású legyen, de mivel az eredetit nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, mivel ez csak egy létrehozott kép, ezért bármit kihozhat belőle. Nézzük meg. Feltöltöttem a tájképet. Szerintem lehet, hogy a promptja az meg is van, és azt nem kell újra, nem? De ezt le kell generálni. Nem készítettem hozzá promptot. Ide bedobjuk. Főleg, hogy nem így, hanem amikor narancsárgán világít, erre figyeljetek oda. Megint kiadjuk az utasítást. Írd le, hogy mi van a képen, szépen leírja a számunkra. Gyönyörű, szépen felsorolás, vesszővel, választva. Most, érdekes, az, az előbb inkább természetes nyelvet használt, tehát inkább használt mondatszerkezeteket, mondatokat, most meg tényleg csak kulszavakat ír le. De úgy néz ki, hogy befejezi, vagy csak ismétlén magát. Aha, akkor kimásolom, mondjuk, aha, kiakadt, mondjuk ezt a részét kimásolom, ennyi bőven elég, nem szeretném, ha tovább futnál. De bemásoljuk ezt a promptot, tökéletes, és adjunk neki, ami a csövön kifér, 0,35-ös kreativitás, mehet is újra rákattintunk ide a cellafutatására, és mehet, javítsa fel, ahogy tudja. Le is generálta a képet a Stability AI féle felskálázó, tehát ez az eredeti. És itt van, amit csinál belőle a Stability AI féle felskálázó. Többenetesen jól néz ki a kép, csak nem sok köze van ahhoz, amit eredetileg láttunk. Tehát itt azért elég sok minden megváltozott, főleg itt a közepén látszik, ez a rész teljesen megváltozott, hogy mit láthatunk rajta. A szupiron viszont egyáltalán nem. a szupiron gyönyörű szépen pontosan ugyanazokat a részeket látjuk, amit eredetileg is, itt ha váltok a két kép között, akkor látjátok, egyik az eredeti képünk, a másik a szupír felskálázott, sokkal-sokkal jobb minőségű, viszont ugyanazok a elemek, ugyanaz a struktúra, ugyanott vannak az egyes részei a képnek, ahol eredetileg is voltak. A Stability AI-osnál viszont, mivel nagyon magas kreativitási értéket állítottam be, ezt azért hozzátennem, teljesen megváltozott a tájképünk a felhőkön. Na, azokon aztán tényleg látszik, hogy új felhők születtek ide, azon főleg látni ezt, és azt kell, hogy mondjam, magában a kép az nagyon jó. Nagyon jó a kép, csak ez egy másik táj. De akár lehetne azt, hogy van egy képünk, amit generáltunk, nem lefotóztuk, nem ott voltunk, és nem egy fix kép, amit szeretnénk bemutatni, hogy is skóciának ez a bizonyos hegyéről van szó, hanem csak mi készítünk egy képet, egy mesterséges intelligenciával valamit generálunk, és azt feszkelázni viszont szuper jól ö, tudjuk használni. Látszik rajta, hogy itt az még eléggé béta, mert hogy ha lejjebb vesszük ezt a 0,35 százados értéket a kreativitásnál, akkor egyre homályosabb kezd lenni a kép, tehát ezen még nekik dolgozni kell, tehát itt erről beszélek, a kreativitás értéke, ha ezt lejjebb veszem jóval, akkor már természetesen nem fog annyira eltérni az eredetitől, viszont nem lesz éles a képünk. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Döntsétek el ti, hogy mégis melyik képek tetszettek nektek, melyik volt szerintetek az, ami nagyon jó használható felskálázásra. Legyen az akár a Photoshop féle felskálázás, a Supir féle, vagy a Clarity, vagy a Stability AI féle felskálázás, illetve még, mint mondtam, találtok más ilyen felskázó lehetőségeket is az Emperor Pintje YouTube csatornán, ahol folyamatosan kerülnek fel az új videók mindennel kapcsolatban, ami mesterséges intelligencia, Iratkozatok fel, kapjátok be a kis csengőt, hogy jelezzen nektek, ha új tartalom került fel. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok! Nem az, ez az.